Még soha ilyen sokan nem voltak a Vilicsitta budapesti városvédő futóversenyén, mint az idén. Már előzetesen csak nem 14 ezeren jelezték, hogy részt vesznek a családi, vagy éppen a félprofi futamok valamelyikén. Vasárnap a világ számos városában rendeznek ilyen versenyeket. Az Éljen a Város, Szeresd a Várost mozgalomhoz Budapest már 1986-ban csatlakozott. A félmaraton győztese Berecz Lajos a 21 kilométeres távot 1 óra 10 perc alatt teljesítette. A rajtnál a bosztoni tragédiára egy fekete keretes felirat emlékeztetett. A Margit szigeten ma talán még többen voltak, mint egy majálison. A futást az emberek szeretik, és a futásnak kultusza kezd lenni, nem csak Magyarországon, az egész világban. Mi magyarok nagyon rosszul állunk azzal, hogy sportoljunk, mozogjunk. A futás mindenki számára adott, ahogy Peterdi Pál mondta, a láb mindig kéznél van. Cseh László is segítkezett a rajtnál, de a futás még mindig nem a kedvenc sportja. Néha napján kell futni, de sajnos az ízületeim nem úgy bírek meg. Valahogy én a vízben jobban érzem magam, és az a közeg nekem valahogy jobban passzol. Béres Alexandra viszont még most is szeret futni. Már egész pici korom óta az édesapám vitt engem különböző futóversenyekre, akkor még ritmikus gimnasztikában versenyeztem, és egy idő után azt mondta az edzem, hogy most egy picikét ne fussak annyit, mert már nem is tud kilazítani. A 21 kilométeres távnak először a kerekesszékek versenyzők vágtak neki. A rajtvonal mögött több mint 3000-en várták az indulást. Az igazolt versenyzők már a táv első kilométerén elhúztak a többiektől. Az útszéli buzdítás sem maradt el. Volt, akinek még az üdvözlésre is maradt energiája. Lehet, hogy a kor nem mindig számít. A hölgyek jól bírták az iramot. Aztán több mint 70 perc elteltével megérkeztek a célba az első futók. Köztük a mezőny legfiatalabb versenyzője, a válogatott kerékpáros és triatlonos, aki így készül a szezonra. Nem elfáradtam, nagyon kemény volt. A közepén éreztem úgy, hogy nekem végem, de aztán a végére megint jól esett és jól ment. A szervezők úgy választották meg az útvonalat, hogy a legfontosabb látnivalók sem maradhattak ki, hiszen a Vilicsitta, mint mozgalom eredendően a város szeretetéről és védelméről szól. A mai napon New Yorktól Barcelonán át brüsszelig 200 ezeren futnak, ha úgy tetszik, a városokért.